Hello, én Kovács Áram vagyok, üdvözöllek újra a csatornámon. Ez az epizód a második része annak a videónak, amit korábban készítettem, amelyben angol nyelvtani hibákat soroltam fel, tipikus nyelvtani hibákat. Ebben az epizódban is szeretnék öt olyan típus hibát összeszedni, amely biztos, hogy összekavarodik egy nyelvtanulónál valahol a tanulási folyamat során. Tök mindegy, hogy az ember hogy tanítja vagy hogy tanulja, előbb-utóbb össze fog kavarodni, és ahogy korábban is elmondtam, tudod, hogy ez meg fog történni, a kérdés csak az, hogy mikor kerül a helyére. Az első ilyen, a mai első típus hiba az, az éves feltételes mondatokhoz kapcsolódik. Megint egy hatalmas témakör, ezt tudom, és ebben egy-két percben, amit erre szánok, ezt még csak föl se lehet térképezni ennyi idő alatt, de a kettes típusú ifes feltételes mondatokról Hagyj, gondol, hagyj szóljak egy pár szót. A kettes típusú ifes feltételes mondatok azok a mondatok, amelyek egy nem valós jelenről vagy egy nem valós jövőről szólnak. Tehát valahol úgy hangzik, hogy ha nekem sok pénzem lenne, akkor vennék egy hatalmas házat. Elképzeltem azt az állapotot, amikor nekem sok pénzem van, és majd veszek egy házat, de ez, az, ez a szituáció ez. Hamis, mert nekem nincsen sok pénz, és nem fogok nagy házat venni. Vagy hogyha én lennék Magyarország miniszterelnöke, akkor ezt meg ezt csinálnék. Viszont én nem vagyok Magyarország miniszterelnök, és nem is fogok valamit csinálni. Tehát a kettes típusú feltételes mondat az, ami angolul úgy is hívjuk, hogy unreal condition, ami a jelenről vagy a jövőről beszél, viszont pont az ellenkezője igaz annak, amit mondok. Tehát ha azt mondom, hogy if I had a lot of money, I would buy a big house, ha lenne sok pénzem, mennék egy nagy házat, de nincs. I don't have a lot of money. Tehát pont az ellenkezője az igaz. A te hibád pedig az lesz, hogy a would segédigét fogod betenni az if után. Az if után lehet használni a wouldot, de teljesen más jelentése lesz. Az ifes feltételes mondatokban, hogyha ezt szeretnéd mondani, akkor ne használd itt a wouldot. A mondat másik részében viszont már kötelező használni. Tehát ez biztos, hogy összekeveredik. Tehát nem mondd hogy if I would have, vagy if I would go, ha mennék, vagy, vagy if she would know, ha ő tudná, egyszerűen csak mondd azt, hogy if she knew my phone number, she would call me. Nem mondd hogy uh, if Thomas would, uh, would be um, a nice person, mert hogy azt kell mondani, hogy if Thomas was a nice person, uh, I would like him uh, a little bit more. Oké, okay. az ifes feltételes mondatok kettes típusára volt most szó, nem is mentünk nagyon tovább bele, csak arra kértelek, hogy az if után nagyon-nagyon legyél óvatos, hogyha a vudot akarod használni. A következő ilyen típushiba a what használata, erről már itt megnézheted. Készítettem korábban több videót is, és ez egészen biztosan bevankattam van minden magyarnak. Uh, mert uh, mi magyarok szeretjük azt mondani, hogy uh, the money what I earned hibás, the house what I bought hibás, uh, mert hogy a wat előtt ott van egy főnév, ne Le legyen ott, helyette mond a detet, jó? The house that I bought, the money that I made. De leginkább nyugodtan itt kihagyhatod a, a vonatkozó névmást, és mondd azt, hogy The money I made, the house I bought. A debt is és a which is jó lett volna ezekben a mondatokban. Tehát a vatot ne használd akkor, amikor van előtte egy főnév helyette. A, talán a debt a legbiztonságosabb vonatkozó név más. De ahhoz, hogy ezt egy kicsit ö, bővebben megértsd, ahhoz nézd meg a korábban ajánlott videót. Ö, megint egy jó nagy témakör, és tudom, hogy ennyi idő alatt nem lehet ezt helyére rakni, de ha csak ennyit megjegyeztél ebből a videóból, hogy a vatot ne használd úgy, hogy a, a főni után egy vat van, the car vat, akkor már megérte megnézni ezt a videót. A következő hiba, amit biztosan el fogsz rontani, azok a főnevek. Azok a főnevek, amelyek megszámlálhatatlanok angolba, de te magyarul úgy érzed, hogy hát ezek bizony megszámlálhatóak, és ezért berakod utánuk az s -rogot. Például azt fogod mondani, hogy informations. Nem mond. Az information az mindig egy megszámlálhatatlan főnév. Nem mond azt, hogy one information, two informations. Ezt csak magyaroktól lehet hallani. De egyébként ez egy hibás nyelv, nyelvhérség jelen. Hasonlóan, hogyha elmész egy leplőtérre, és a hölgy majd megkérdezi, hogy, hogy mennyi csomagod van, luggage, baggage, akkor nem azt fogja neked mondani, hogy how many luggages do you have, hanem csak egyszerűen azt fogja mondani, hogy how much luggage do you have, sir? Vagy természetesen mondhatja azt is, hogy how many pieces of luggage do you have? Tehát vannak főnevek az angolban, amelyek egyszerűen megszámlálhatatlanok, még hogyha neked megszámlálhatónak is tűnnek. Ilyen például a furniture. Logikus, hogy te majd úgy fogod érzékelni ezt, hogy hát persze a szobában van egy, meg két, meg három bútor, akkor one, two, three furnitures, de ez nem lesz jó az angolban. Ilyen főnév lehet még mondjuk a news is. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Nem mondd azt, hogy I have a good news, meg I have a bad news. Csak mondd azt, hogy I've got some good news, I've got some bad news. Vagy ha nagyon specifikusak azt lenni, akkor mondd azt, hogy I've got a bit of good news, and I've got a bit of bad news. A következő ilyen téma, a the, a határozott névelőnek a használata. Az angol nem használja olyan gyakran a határozott névelőt, mint ahogy azt a magyar gondolná. De szerintem az angol használja helyesen, mert a nevébe is benne van határozott névelő, tehát egy konkrét, meghatározott dologról van szó. És pont itt jön a hiba, hogyha az angolba te egy általános dologról beszélsz, ami általában az összes dologra vonatkozik, vagy az összes emberre, akkor ott nem használunk határozott névelőt. A nők szeretik a táskákat. Ez a mondat egyébként tartalmilag is igaz. De ha megnézed, akkor magyarul mi használunk határozott névelőt. A nők szeretik a táskákat. És ezért te azt fogod mondani, hogy The women like the bags. De ez így hibás lesz. Egyszerűen csak töröld ki innen a határozott névelőt. Women love bags. Hogyha azt mondod, hogy a virágok gyönyörűek, a virágok, azaz az összes virág általában, ami a Földön van, az összes általánosságban beszélek az összes virágról, akkor mondd azt, hogy Flowers are beautiful. Nem mondd a, a dös verziót. De ha ezután azt akarod mondani, hogy a virágok a kertedben nagyon szépek, akkor már, már is egy konkrét csoportról beszélek. Egy leszűkített csoportról. Oda pedig teljesen tökéletesen illik a The határozott témelő. The flowers in the garden are beautiful. The flowers in your garden are beautiful. Oké? Okay. Children love chocolate. És all cars have four wheels a gyerekek szeretik a csokit, és az autóknak négy kereke van. Magyarul használjuk a határozott névelőt, de angolul nem fogjuk használni a határozott névelőt. A mai megemlítendő utolsó hiba a függőbeszéd témaköréből való. Az igeidők egyeztetése okozza ezt a problémát. Ha azt mondod, hogy he will go to Budapest, ő el fog menni Budapestre, akkor önmagában ez a mondat így jó. De azonnal, hogy beszeretnél tenni egy múlt idejű említőigével a, a, egy első tagmondatot, és azt mondod, hogy he said he will go to Budapest, akkor az nem lesz jó. Illetve pontosítanék, jó lesz bizonyos esetben, de egy nyelvtanulónak talán az a biztonságosabb, hogyha alkalmazza a függő beszéd szabályait, és mondjuk itt a willből would csinál. He said he would go to Budapest. Ha használod a függőbeszéd szabályt, az a legbiztonságosabb, hogyha, ha, majd később meg fogod tanulni, mikor lehet fölfüggeszteni ezeket a szabályokat, és mikor lesz valóban, helyes mondat az, hogy hiszed hibjel, de először én azt javaslom mindenkinek, hogy tanuld meg a függőbeszédet helyesen használni, és tanuld meg az igédőket helyesen egyeztetni. Tehát egyébként tényleg nem is logikus. Miért lenne logikus az, hogy ha az elején beteszek egy múlt időt, és a második mondat részből pedig beteszek egy jelentőt? Akkor ez pont azt jelenti, amit jelent, hogy az első részében múltról beszélek, a második részében pedig jelenről. Tehát egy olyan dologról, ami most is igaz, vagy szerintem is úgy van. De még egyszer ez egy bonyolult rész. Használd a függőbeszéd szabályait, és az igeidőket alakítsd át. Ha folyamatos nem volt az elején, akkor csinálj folyamatos múltat. He going to Budapest. He said he was going to Budapest. Vagy uh, he has gone to Budapest. He said he had gone to Budapest. Tehát van egy csúszás az igény időkben, amelyet jobb használni, mert uh, ha nem használod, azzal más fog jelenteni a mondatod. Köszönöm már a figyelmeteket. Ennyi volt ez az epizód. Ha tetszett, akkor kérlek, kattints a like -gombra. és itt a komment szekcióban ne felejtsd el leírni azt, hogy ebben a videóban, illetve az előző videóban is, melyek voltak azok, amelyekről úgy érzett, hogy jó lenne még többet hallani, egy picit jobban kibővíteni, hiszen ezekben a videóban, ebben a két videóban nem túl sok időt szántam ezekre a témakörökre. Gyakorlatilag ezekről órákig lehetne beszélni, és a valódi tanulási folyamat az valóban sok-sok órán keresztül is zajlik, hiszen rengeteg mondattal érdemes begyakorolni ezeket, hogy mindenképpen aktívvá váljon a tudásod. És még egyszer, a hibák, a nyelvtanulásod szerves részei, nehogy azt hitt, hogy más nem hibázik, mindenki hibázik. A kérdés az csak, hogy ki hogy áll a hibákhoz, és hogyan dolgozza föl, és mennyit tanul belőle. De talán a, a jó nyelvtanuló az mer hibázni, és utána tud is tanulni a hibáiból. Minden jót a legközelebbi epizódig. Sziasztok!